Tudjátok ki volt Finnegan? Ő volt az, aki egyszer meghalt, de ki volt nyújtóztatva, hogy a szájára fröccsent a viszkiből, hát mindjárt feltámadt. Aztán élt rendesen a vénember. A 95 esztendős volt, de még mindig jó tartotta magam. De a sapka a fején volt, még éjjel az ágyban is. Hogy ne lett volna a fején, azt mondta, hogy figyeljétek meg, a jó Isten, ha lenéz az égből, mit lát? Meglátja a fejem bubját, mindjárt megesik. De a sapkát, ha meglássa, neked is van ilyen, ne? Neked is van, neked is. Ha honnan tudja, hogy ki van a sapka? Én is szegény Finnegan, jó ügyesen, csak egyszer úgy megrészegedett a viszkijétőt, hogy sapka nélkül kiment az udvarra. És igaza volt, mert a jóisten lenézett, mindjárt meglátta, és mondta, hogy nézzétek, hát ez a vén Finnegan még mindig itt van, nem vitték el az ördögök a pokolra. És amit az Isten mond, annak úgy kell lenni. Reggel, mikor megébredt Finnegan, ott itt az asztalánál egy nagy kanél. Rusnya jószág volt. Nagy vörös feje volt néki. Fekete szorvai, bogos nagy farka. Olyan szőrös rusnya állat volt te. Mondta, na öreg, menjünk. Tudta Finnegan, baj van, a sapka nem volt a fején. Akkor feltette a sapkás. Hát menjünk, ha kell, de állj meg komolyan. Még előtte ígyunk egy pohárra. Hát az ördög, hogy ne ivott volna, hát ő is szereti az isztalat. És vette Finnegan a viszkijét, töltött magának, nem ennyit, teli töltötte, ahogy kell. Az ördögnek is mondta, tudod mit, pajtás, neked a gyengébbikből adok. És levett a pócról egy olyan üvege, de az ujja milyen por volt rajta. Annak tartogatta Finnegan, akit meg akart ölni. Hát az olyan hitvány viszki volt. És töltötte az ördögnek tele. Mondta, na, egészség. Az ördög is megitta a magáét. Hát, de az olyan le, a veres feje megfekedett. A fekete szorva kifehéredett. Szeméből szökött ki a szikra, a bogos fork olyan egyenes lett, mint a ceruza, és csak nyáldákások. Finnegan, nem mi ez? Jó, ott igaz-e, kérdezte Finnegan, és már vette azt a poros üveget, töltötte az ördögnek. A magáéba nem volt út emberke. Csak egy ennyike viszkit töltött, és a többit felöntötte egy kannába. De ahol benne az ördög nem tudta mi az, azok nem teáznak ott a pokolban. És kérdezte, az mi az, te mit töltött? Egy kis erősítő. Az ördögnek megkerekedett a szeme. Erősítő ember? Hát én ettől a gyengébbiktől szinte meghaltam, a benem kiégett, és ez még erősítő tét magá. Kérsz-e komol? Kérdezte. Az ördög nem kérte. Akkor megitta a másodikot. Na Isten édes. Az ördögnek langot vetett a bele. Abból úgy jött ki, te a tíz. Finnegan gondolta, hogy álljál meg, koma, hozom a szalonnát, sissük meg. Ha hiába ne menjen ez a jó meleg. Az ördög felszökös mondta, egy pusztulj, talán nem viszlek a pokolba, te kipusztítasz minket onnan. És eltakarodott. Finnegan örvendezett, bécsavart, azt a poros üveget visszatette, három év szükség lesz rá. És maga, ami maradt, megiszogatta a poharából. Tette a dolgát, de a sapkát a fejre tette. De hiába. Itt az Isten megjegyzett, azt megjegyezte. Lenne ez ezt mondta. Hát nem vitték el Finnegant az érdő. Hát hogy van ez? Na járj csak, hát ki küldjön. Szent Petriket ki. Te úgyis otthon vagy. Hamar ne hozzad ítéletre. Jött Szent Petrik is. Reggel, mikor megebredt Finnegan, hallja, hogy valaki kocogtassa az ajtaját. Már visszajött az ördög, gondolta. Aztán már gondolta, hát az csak nem, az nem szokott kopogni, az bejön. És kiment, és látja, ott van Szent Petri.
Még a sapkáját is megtoltál. Hát mi besegítse? Hát jöttem, érted? Az Úristen téged akar, bírál. Tudta finnie. A pokóra kell mennie. Aztán mondta, hát mielőtt felmegyünk, na legalább egy... Ha meggondolta, a mennyország követének nem adhat a hitvány viszkit. Ki tudja, mivel élnek ott, gyengebb élőek odafel. Mint egy teát igyunk. Hát jó. Szent Petrik bejött, leült az asztal mellé, Finnégen megfőzte a teácskát, legalább addig főzögette. Hát a teanizet nem lehet akár meddig főzni. Egyszer csak elfogy. Szent Petrik mondta, hát fiam, na hát teát ad szép. Na jó, jó teá, jó. Megöntött a pohár. De ugye egy ennyikét töltött, és ugye a végén egy úgy nyitott. Állj meg, Szent Petrik. Ha már úgyis ez az utolsó, legalább egy jó teát ígyunk, igazán jó. És vette a jobbik hiszki. Szent Petriknek ezt töltött, és magának is egy cseppet. Na az Úristenes, kezdték kortyolni. Akkor Szent Petrik megkóstolta. Hát olyan melegség töltötte el a szívét, hogy utoljára akkor érzett ilyen belső meleget, mikor az Úr elhívta. Szent hivatás. Érezte, hogy szétárad benne a tűz. Tehát csak nem a Szentlélek látogatta meg még egyszer. Kortyogatta a teát, de az úgy íz lenni. Mi ott a mennyországban jókat szoktunk inni, de ilyet? Hát ilyet ott nem adnak. Mi ez te? Hát, mint az ember, ilyet csak én csinálom. Gondolta Szent Petrik. Megállt a Finnégen, tölts nekem még egyet. És töltött. Azzal is telik az idő. De ahogy kitöltötte, Szent Petrik vette a pót.